Az Országos Bírósági Hivatal bíróságtörténeti kiállítás és konferencia körút 2018-2019 elnevezésű programsorozat keretében a helyi jogszolgáltatás múltja, a jogászi hivatás kiemelkedő alakjainak életútja, valamint tárgyi emlékeket bemutató anyagok láthatóak az Edelényi Kastélyban. Így minden törvénykezési intézményben mutathatja emlékeit, amelynek célja a múlt felidézése. Azért erről a kiállításról azt kell tudnunk, legeslegfontosabb a megnyilvánulások sorában, hogy ezt Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke hívta életre, ezt a bíróság történeti kiállítást, illetve konferencia körutat. Ennek a második állomása Miskolc, mi vagyunk most a házigazdák, óriási megtiszteltetés ez nekünk, de egyúttal hatalmas lehetőség. Azért olyan nagyon kevés helyen van e pillanatban Magyarországon, kevés törvényszék van olyan szerencsés helyzetben, hogy egy ilyen kastélyban hosszú évek, évtizedek, sőt évszázadon keresztül bíróság működött. Az egyes bíróságok emlékanyagával az országos tárlat kiegészül és vándorol az ország különböző helyszíneire. Szobákat, tárgyalótermet alakítottak ki a kastélyban korhű berendezési tárgyakkal, ahol többek között Regula Ede vádlott, az edelényi rablógyilkos ügyét is életre keltették. Ez a bűnügy 1911-ben az újságok címoldalára került. A fiatal asztalos legényt az esküdtszék hármas gyilkosság és rablás miatt találta bűnösnek, így a bíróság kötél általi halálra ítélte. Egy kicsit interaktív is a kiállítás, mert egy esküdtszéki szavazóurnát teljes egészében rekonstruáltunk. A látogatók egy pingponglabda segítségével szavazhatnak, és a szavazóurna alkalmazásával arról, hogy miután megtekintették a korbeli bizonyítékokat, az aktát, az ügyiratot, mert azt is itt majd meg lehet tekinteni, akkor eldönthetik, mint egy esküt, hogy szegény Regula Ede bűnös volt-e vagy ártatlan. A tárlat látogatóinak lehetősége nyílt szavazni Regula Ede ügyével kapcsolatban, miután figyelmesen megtekintették az ezt részletező dokumentumokat, bizonyítékokat. Regula Ede vádlott, a királyi esküdtszék döntése szerint bűnösnek találtatott. A kiállítás mellett szakmai konferencia is volt, ahol az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Európai Bizottság legutóbbi felmérésének hazánkra vonatkozó eredményeit is ismertette. Handó Tünde kiemelte, hogy a közigazgatási ügyek gyorsaságát és a pertartamot tekintve elsők, a folyamatban lévő ügyek számát tekintve pedig másodikak vagyunk a 28 tagállam között. Handó Tünde emlékeztetett arra, hogy az Országos Bírósági Hivatalnak két feladata van. Átformálni a 21. században a bírósági szervezetet, valamint megkeresni és feltámasztani azokat a 19. századi emlékeket, iratokat, amelyek erőt adnak és emlékeztetnek, mit jelent a bírói hivatás. Az Edelényi Kastélyban 120 éven át működött járásbíróság. Ennek a dokumentumai és képei is a nyár végéig megtekinthetők a vándorkiállításon.